1848. Ez áll az Európai Unió tanácsa előtt azon a szőnyegen, amely a magyar elnökség ajándéka Európának. 1848 számunkra egy nagyon fontos évforduló és ünnep. Magyar szabadság és forradalom éve. Mi úgy mondjuk, hogy 1848 és 49, másfél esztendeig Magyarország, a magyar nép, az akkori Európa két legerősebb hadseregével küzdött és harcolt. Forradalmakat mindig leverik, de mindaz, amiért akkor őseink, eleink az életüket adták, ma mindannyiunké. Sógor Csaba köszöntője után Hernyer Zoltán nagykövet szólt a zsúfolásig megtelt teremben, majd Németh Zsolt, a külügyminisztérium államtitkára tartott ünnepi beszédet, amelyben párhuzamot vont a 163 évvel ezelőtt történtek és az arab világban napjainkban végbe menő események között. A társadalmi problémákat el lehet nyomni, de előbb-utóbb mindenütt felszínre törnek, akkor, amikor senki sem számít rá. Európának a népek tavasza jegyében segítenie kell az arab tavaszt, mondta Németh Zsolt. 1848 arra is tanít, a belső viták miatt vesztes sveháti csata következtében vérbefolytott bécsi forradalom tanúsága is ez, hogyha késlekedünk, könnyen kész tények elé lehetünk állítva. Ha nem tudunk időben hatékony segítséget nyújtani az új demokráciáknak, demokrácia irányában mozduló országoknak a stabilizálásához, akkor azokat vagy az erőszak, vagy a fejlődés eltorzuló iránya döntheti meg. Az ünnepség végén a marosvásárhelyi Maros Néptánc együttes előadását tekinthették meg a brüsszeli magyarok.